Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa televízió híradóját látják 2018. október 10-én este 7:30-tól. 470 rabot tud majd befogadni a most épülő kiskunhalasi börtön. Nem zárják be a kalocsai fegyházat. Összefogással sikerült, átadták az Ötva utcai tagovoda új ovisportpályáját. 40 szállási vadkenderültetvény, Kalocsán fogták el a termesztőket. Új börtön létesül Kiskunhalason, mely építési munkálatai már megkezdődtek. A feladatokat rabok végzik, melyek tavaszra fejeződnek be. A kalocsai börtön a híresztelésekkel ellentétben nem zár be, továbbra is működni fog. Az új halasi egységbe a felújítások miatt kerülnek áthelyezésre ideiglenesen rabok. Sisak, láthatósági mellény és rabruha. Nem megszokott kombináció, de mind kötelező. A rabok működnek közre az építkezésen Kiskunhalason. Készül a kerítés. Ez az első eleme ugyanis az itt létesülő új börtönnek. Az eddig menekült szállóként működő épület együttest alakítják át fogvatartó helyé. Ahhoz, hogy ez megnyisson és a megfelelő előírásoknak, jogszabályi előírásoknak megfeleljünk, természetesen biztonsági előírásokat figyelembe véve nagyon sok munkát kell elvégezni még itt a területen. Legfontosabb a épületek környékén, illetve az objektumokat körbe kell kerítenünk azzal a megfelelő dróthálóval, ami biztosítja azt, hogy tényleg a biztonsági előírásoknak meg tudjunk felelni. Bent a körletrészeket, kettő objektumot fogunk átalakítani, kettő épületet, zárkáknak, a fogvatartottak ott lesznek, ott töltik majd mindennapjaikat, és ott a már meglévő helyiségeket jelenleg kell átalakítanunk. A toborzás az új börtönbe már megkezdődött. Ez kapcsán városunkban elterjedt az a szóbeszéd, hogy bezárják a kalocsai fegyház és börtönt. Ez viszont nem igaz. Szimplán a helyi intézményben zajló felújítások miatt helyeznek majd át ideiglenesen rabokat a Kiskunhalason létesülő új egységbe. Egy ideje korán kijött információ, ami a kiskunhalasi új börtön építését jelentette, ez zavarta meg egy kicsit az álló vizet, hiszen összefüggésben van valóban a kalocsai börtön működtetés végrehajtási intézmény helyzete, és a Kiskunhalason most építés kezdetét vette az ottani fogvatartási intézmény kialakítása. Ennek a lényege, hogy Magyarországon általánosan több fogvatartottat tartanak egy büntetés végrehajtási intézményben, mint amennyit elvileg a mai életkörülmények és egyéb körülmények ezt lehetővé tennék. Ez miatt nyílik új fogvatartó hely Halason. Zajlik a felújítás városunkban, a belső munkák elvégzésének ideje alatt helyeznek majd át rabokat a halasi egységbe. A fogvatartottak egy részét a belső átalakítás következtében el kellett volna akkor is szállítani, ha nem Kiskunhalas épül eközben meg. Tehát a kettős helyzet a következő, egyrészt csökkenteni kell a fogvatartottak számát általánosan Magyarországon, plusz még itt Kalocsán egy belső átalakítás következtében valóban a fogvatartottak egy részét a várhatóan 2019 tavaszára megépülő kiskunhalasi börtönbe fogják átszállítani. Font Sándor elmondta, minden funkciója továbbra is működni fog a kalocsai börtönnek, így a varoda is üzemelni fog a jövőben. A halasi börtön 2019 tavaszán kezdi meg működését. Október 8-án került sor a Zöldfa utcai tagovoda új ovisportpályájának hivatalos átadó ünnepségére. A beruházás az önkormányzat, a támogatást felajánló vállalkozás, valamint az ovisport közhasznú alapítvány összefogásából a társasági adótörvény által lehetővé tett sporttámogatásoknak köszönhetően jött létre. Hétfőn délelőtt nagy volt az izgalom a Zöldfa utcai tagovodában, ugyanis ekkor került sor az új multifunkciós műfüves pálya átadására. Az ünnepségen az intézmény vezetői mellett jelen voltak az önkormányzat munkatársai, Kalocsa város polgármestere és az ovisport közhasznú alapítvány elnöke is. A köszöntő beszédek sorát Katus Györgyné kezdte, aki örömét és köszönetét fejezte ki a beruházással kapcsolatban. Nagyon nagy öröm ez egy óvodának, amikor olyan létesítménnyel bővülhet, amely a gyerekeknek a mozgás fejlődését segíti elő, hiszen tudjuk, hogy az iskolai tanuláshoz a mozgáson keresztül tudjuk a legtöbb segítséget adni a gyerekeknek,
bármilyen lemaradása van egy gyereknek, minden fejlesztés alapja a mozgás. Az intézmény vezetőtől dr. Bálint József vette át a szót, aki elmondta, hogy a városvezetés kiemelten fontosnak tartja, hogy segítse és támogassa az önkormányzat intézményeibe járó fiatalok fejlődését, fejlesztését. Kicsiből lehet nagyot alkotni, és nekünk már is öröm a mai nap, hogy ezt átadhatjuk. Köszönet az alapítványnak, és természetesen próbálunk további együttműködést az alapítványnak fönntartani, és további pályázatra majd közösen részt venni, illetve alapítvány, amin keresztül még építményt lehet hozni. Megyénkben egyébként ez a 8. pálya, ami átadásra került, és mintegy 12 millió forintból valósult meg az építkezés, az eszközbeszerzés és az óvodapedagógusok képzése, amelyhez Kalocsaváros önkormányzata 3,8 millió forinttal járult hozzá. Ez kifejezetten úgy lett kitalálva, hogy ötvözi a sportpálya, a játszótéri eszköz és az oktatási eszköznek a funkcióit. Ez volt az az ötlet, ez volt az az innováció, amelynek köszönhetően alapítványunk 2013-ban elnyerte a Magyar Termék Nagy Díjat, és ugyanebben az évben az innovációért nívódíjat is megnyertük. Idén pedig ugyanezen értékek véget nyertük meg az érték és minőség nagy díjat, ez most 2018-ban vehettük át ezt a díjat. Az ünnepi köszöntőket követően már a gyerekeké volt a főszerep a délelőtt folytatásában, akik egy rövid műsorral fejezték ki hálájukat az új építményért. Végül az ünnepélyes szalagátvágást követően a Zöldfa utcai óvodások azonnal és nagy örömmel birtokba is vették a multifunkciós pályát. 40 szálláson gondozták azt a vadkender ültetvényt, amiből aztán 110 tövet, 4,8 kg már szárított növényi törmeléket és mintegy 30 kg növényi nyesedéket találtak meg egy kalocsai háznál. A rendőrség honlapján ma jelent meg a hír, hogy a két feltételezett elkövetőt már őrizetbe is vették. A rendőrök lakossági bejelentés után vonultak ki október 9-én először Kalocsa külterületére 40 szállásra, ott azonban már semmit nem találtak. Néhány órával később egy kalocsai családi háznál megtalálták a kábítószernek minősülő növényeket. Egy részük még a padláson száradt, más részük már a pincében várt a feldolgozásra. Összesen 110 tövet, 30 kg növényi nyesedéket és 4,8 kg már szárított növényi törmeléket foglaltak le a rendőrök. Kannabisz növények esetében a 100 tő fölötti mennyiség jelentős mennyiségnek számít. A házkutatás során megtalált mennyiség arra enged következtetni, hogy a feltételezett elkövetők kereskedéssel foglalkoztak. Már kábítószer birtoklás miatt több éves börtönbüntetésre lehet számolni, kereskedésnél ez az időtartam csak hosszabb lehet. A rendőrök két kalocsai lakost vettek őrizetbe. A lefoglalt növényeket szakértő vizsgálja. Néhány hónappal ezelőtt egy táborfalvi kábítószer kereskedőt 10 év fegyházra ítélt a szegedi ítélőtábla. Október 9-én, azaz kedden tartotta kibővített elnökségi ülését Kalocsán a TÖOSZ, azaz a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A tagok dr. Bálint József invitálására látogattak el városunkba. A TÖOSZ tartott elnökségi ülést kedden délelőtt a Városháza dísztermében. A szervezet tagsága dr. Bálint József meghívására érkezett Kalocsára, ugyanis, mint megtudtuk, minden ülésüket más-más településen tartják. Akik itt vannak, az Magyarország minden megyéből egy tagot vehető polgármester, akit az ottani polgármesterek választanak maguk közül. Úgy néz ki a TÖOSZ felépítése, hogy több mint 1700 tagja van a TÖOSZ-nak. Megyékben általában a települések több mint 50%-a tagja, és abból választ mindig 10 településenként egy tagot arra vonatkozóan, hogy ki tudja képviselni az érdekeit a küldött gyűlésbe, és ilyen módon vannak a megyei tagozatok, ők vannak most itt a Magyarország mind a 19 megyéből. Az elnökség több napi rendi pontot tárgyalt a délelőtt folyamán, így többek közt szó esett a területi operatív programokról, egészen pontosan a topos pályázatok jelenleg zajló beruházásairól. A másik ugye bevetése került a GDPR nevű, ugye már folyamatosan az, hogy adatbázisokkal ki hogyan férhet hozzá, és
és igazából hogyan tudja ezeket kezelni. Na most ennek a részét fogja képezni az egyik előadás is, aminek az a lényege, hogy cégek mondják el igazából a felhasználóknak, hogy hogyan kell ezt végrehajtani. Az előbbieken túl szó esett a téli rezsicsökkentésről, hiszen sokan vannak még olyanok, akik nem gázzal fűtenek, és még nem kapták meg a nekik járó támogatást. A negyedik rész az pedig foglalkozunk azzal, hogy az elmúlt 10 évben hogyan alakult az államháztartás, ezen belül az önkormányzati rendszer, főleg a 2010 utáni önkormányzati rendszer változtatás után, tehát 12-től a napjainkig, hogyan néznek ki az összönkormányzati bevételek, kiadások, hol van a adóerőképességnek a jelentős része, és igazából hogyan fog változni a következő időszakban vélhetően az önkormányzati gazdálkodás, költségvetés, gondolunk itt a közmunkaprogramoknak a létszámának viszontos csökkentésére, a település üzemeltetésre, a település fenntartásra. A napirendi pontok megvitatása előtt dr. Bálint József köszöntötte a résztvevőket, illetve röviden ismertette a jelenlévőknek a város történetét és jelenlegi gazdasági helyzetét. A napokban átadásra került a munkaterület, így meg is kezdődött az útfelújítás. A Hajós városát a Pincefaluval összekötő út teljes egészében felújításra kerül, mely mellett bővítik a hidat és az eső elvezető csatornahálózatot is. Pirosat mutat a lámpa, várnia kell az autósoknak, ha át akarnak hajtani a Pincefalu főútján. Megkezdődtek ugyanis a csatornázási munkák, így az út felét vehetik csak igénybe a közlekedők. A zárt csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése csupán a fejlesztés első része, hiszen a teljes út korszerűsítése kerül. A polgármester elmondása alapján egy 10 éves problémára kerül most pont. Sokan járnak rajta, sokan járunk rajta, tehát tudjuk azt, hogy nagyon rossz állapotban van. A városunk belterületére első szakaszát ennek az útnak 2 évvel ezelőtt felújította a megyei közútkezelő. Ennek nagyon örült mindenki, de nem oldódott meg a belterülettől egészen az 54-es út kereszteződéséig tartó szakasz felújítása. Kátyúk és nyomvájú, így rázza az autót az út, mikor végighajt rajta. Több balesetet is okozott már az út rossz minősége. A munkák most kezdődtek, melyek egészen jövő nyárig is eltarthatnak. 210 napig tarthat a munkavégzés. A kivitelező a Solt út Kft. Természetesen meg fogja akasztani a munkálatokat az, hogy közben jön egy téli időszak, hiszen a burkolatjavítást november 15-től március 15-ig szüneteltetni kell. De addig sem lesz munkanélkül a rész, a munkaterület, hiszen nagyban megnehezíti a munkákat az, hogy a Dunavölgyi főcsatornán átível ez az út, tehát azt a hidat is teljesen fel kell újítani, meg kell erősíteni. Mely megerősítés ideje alatt a téli időszakban ideiglenes hidat építenek, erre terelik majd a forgalmat. A munkák elvégzése alatt forgalomkorlátozásra és kisebb fennakadásokra várakozásra lehet számítani. A Pincefaluban már most lámpás irányítás zajlik. Most is érzékelik az arra közlekedők, hogy bizony fennakadásokkal jár, hiszen meglehetősen szűk útszakaszról van szó. Sokan igénybe is veszik a Pincefalunak a kisebb útjait, hogy kikerüljék ezt a csomópontot, amely most kicsit kellemetlen, mert jelzőlámpás korlátozás van, félsávon lehet csak haladni. Kerülgetni kell a munkafelületeket, az útzárakat, de ki fogjuk bírni. A munkák első üteme november 15-éig tart, melyet követően a jó idő beköszöntöttével márciusban kezdik újra a feladatokat. Várhatóan a teljes munka június végére fejeződik be. Andorcsra zarándokoltak el a kalocsai és a szálási katolikus hívek a rózsafüzéres búcsú alkalmából. Élőkért, holtakért, ott lévőkért és a távol maradókért is imádkoztak. A 160 cm-es Mária szobrot 1747 óta öltöztetik a búcsúk alkalmával különféle ruhákba. Közel 350 öltözetet kaptak már a hívektől. A kalocsai zarándokokat is így várták. Több évszázada hűségesen megtartott zarándokútról van szó, amit Kalocsa és a szállások katolikus népe máig őriz. Ezt most szombaton mi is teljesítettük. A Somogy megyei Andocson korábban ferencesek által őrzött és gondolzott Nagyboldogasszony kegytemplomba mentünk, ahol
ismerősként fogadtak bennünket. Lobogó alatt, harangzúgás közepette, én azt gondolom könnyes szemmel vonultunk oda a kegyszoborhoz, ami stílusosan kalocsai szomorú pamukós ünneplősbe öltöztetve várt bennünket. A szent misét követően, a hagyományoknak megfelelően közösen étkeztek a hívek. A bográcsban most is finomság főtt, vaddisznó pörkölt Lengyel János felügyelete és hozzáértése mellett. Volt, aki savanyúsággal, volt, aki süteménnyel járult hozzá a jóízű ebédhez, kedves kis társaság volt ez. És aztán az ebédet követően megvásároltuk a kegytárgyakat, és litániával búcsúztunk a kegyhelytől. Az autóbuszt Etzenhauser Konrád bocsátotta a rendelkezésünkre. A legenda szerint még a mohácsi vész előtt került a Mária szobor Kalocsáról Andocsra. Egy-egy ilyen zarándokút tulajdonképpen egy fogadalom, amit az ősökhöz hasonlóan teljesíteni kell. A hagyomány úgy tudja, hogy Kalocsáról ezt a kegyszobrot a kis kápolnával együtt a gyalászkodó török elől angyalok menekítették, és oda a Somogy megyei Andocsra rejtették el, és hát a kis kápolna köré épült egy templom, kolostor épülettel, és a ferencesek gondozták, és egy nagy búcsújáró hely volt, ahol a kalocsaiak mindig otthon voltak. Tehát amikor a kalocsaiak érkeztek, vagy a kalocsai misét mondták, az mindig egy látványos eleme volt az ottani zarándoklatnak. A templomban az úgynevezett kalocsai harangot csak akkor húzták, szólaltatták meg, amikor a kalocsai prosekció megérkezett. A zarándokok jó része már többször megtette ezt az utat. De minden évben van néhány új ember is, aki szükségét érzi, hogy ilyenkor eljusson Andocsra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradónkkal holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!